Nagy munkagépek és hatalmas földkupacok jelzik, gőzerővel dolgoznak a Jókai utca felújításán. A forgalmas belvárosi utcakasz teljes rekonstrukciója még júniusban kezdődött. Egy rendkívül összetett munkáról van szó, mivel Győr szinte összes közműszolgáltatóját érinti a fejlesztés. Mivel ez a város egyik legforgalmasabb közlekedési tengelye, ezért alapvető elvárás volt, hogy legalább 5 hónap alatt készüljön el a beruházás. A jól összehangolt munka eredménye, hogy a jelenlegi készültségi fok jóval meghaladja az eredetileg tervezettet, ezért a november végi befejezés helyett várhatóan már november közepén visszaállhat az eredeti forgalmi rend a teljes szélességben felújított Jókai utcában. Bízunk benne, hogy semmilyen nem várt esemény nem fog már bekövetkezni, gondolok itt csőtörésre vagy egyéb előre nem látható közmű problémára. Az elmúlt időszakban tapasztalt nagyobb csapadékvíz mennyiségek miatt kerestünk egy új, nagyobb kapacitást rendelkező víznyelőt, mely két helyen tudja elnyelni a vizet, egyrészt a függőleges beömlőn és egyrészt az oldalbeömlő nyíláson. Ilyen víznyelőket építenek be a szakemberek a Jókai utcában is, jelenleg azonban még nagy erőkkel zajlik a közművek rekonstrukciója. Látható, hogy jelenleg is nagy erőkkel zajlik a munka. A Pannonvíz ZRT várhatóan 2 héten belül befejezi a 300-as ivóvízgerinc és az ivóvízbekötések cseréjét a teljes szakaszon, és folyamatosan végzi a szennyvízbekötések cseréjét is. Velük párhuzamosan kicseréli a gázszolgáltató a szükséges helyeken a bekötéseket. A Győrszó ZRT már elvégezte a távhővezeték rekonstrukcióját, illetve az E.ON a középső szakasz kivételével mindenhol kicserélte az erőátviteli és a közvilágítási földkábeleket. A Jókai utca Bajcsi-Zsilinszky útig tartó szakaszát már aszfalt borítja. Ez azt jelenti, itt már befejeződtek a közműcserék, az útépítést végző cég már munkába állt. A Bajcsi és az Árpád út keresztirányú forgalma, valamint a Jókai utca gyalogos és kerékpáros forgalma a jövő is biztosított lesz, csak úgy, mint az itt található parkolóház megközelítése is. Kérik a lakosság és az erre közlekedők türelmét és megértését.